Itt állunk a volt Tiszaasvári úti laktanya területén, amit ugye 2 évvel ezelőtt újítottunk fel önkormányzati beruházás keretében. 3 szaunasütőhely került kialakításra többek között a területen. Ezeket lehet igénybe venni társaságunktól előzetes engedélykérés után. Mindenki, aki ezzel szeretne élni, magának biztosítja a szükséges fa anyagot, amivel szaunasütést vagy bográcsolást tud végezni. Május elejétől ugyanis újra tarthatóak ilyen családi és baráti rendezvények Nyíregyháza közterületein lévő szalonnasütőknél. Ezeket 3 helyszínen a Bújtosi Városligetben, az Erdei Tornapályán és a Kertvárosi Játszótér és Kresszpálya területén lehet lefoglalni. Összesen több mint 10 erre a célra kialakított szalonnasütő várja a városlakókat. Fontos azonban, hogy ezek csak az előzetes engedély ingyenes megkérése után vehetőek igénybe. A honlapunkon a megfelelő kérelmet kell hozzánk benyújtani, és az engedély birtokában lehet a megadott időpontban igénybe venni ezeket a szaunasütőket. Ezek hál' Istennek egyre népszerűbbek. Tavaly a járványhelyzet miatt ugye nem volt lehetőségünk ilyen engedélyeket kiadni. Jelen pillanatban május elejétől kezdtük el újra befogadni a kérelmeket. Természetesen az érvényben lévő járványhelyzet szabályait betartva maximum 10 fő veheti ezeket igénybe. A kérelmező feladata, hogy a területet a rendezvény után rendezze vissza eredeti állapotába és tisztítsa meg. Ez nem csak a szalonnasütőt jelenti, hanem a mellé telepített asztalokat és padokat is, sőt, filagúriákat is elhelyeztek a területen, ahol kényelmesen elfogyasztható a bográcsban elkészült étel. Hogy teljes legyen a kikapcsolódás élménye, jó idő esetén ezeket a napozó ágyakat vagy a napozó stégeket is igénybe lehet venni. Fontos betartani a tűzvédelmi szabályokat is. Tűz csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújtható, annak őrzéséről és eloltásáról a tűzgyújtónak kell gondoskodni, és érdemes az esetlegesen érvényben lévő tűzgyújtási tilalomról is előzetesen tájékozódni.